Jártatok már Velencében? Én már többször. Nektek mi jutott róla az eszetekbe? Sziasztok! Ercsei Dani vagyok, és azért vagyok itt, hogy beszélgessünk egy kicsit Velencéről és a Velence környéki borokról, amik jellemzően Pinot Grigiók. Tartsatok velünk! Velence alapvetően Bizáncról szól, bármi meglepő is ez. Tehát Velence valamikor a fénykora előtt még Konstantinápoly kicsi másolataként jött létre, és bizony-bizony a velencei művészet is nagyon-nagyon sokáig csak másolta a konstantinápolyi művészetet. Nem véletlen, hogy Itálián keresztül, és pontosabban Velencén keresztül terjedtek el például egész Európában és főleg Nyugat-Európában is az ikonok és az ikonok tisztelete, hiszen ezt Bizáncból hozták magukkal az ikonkészítő mesterek. És ha már ikonok, akkor bizony Velence egy ikonikus DOC közepén, pontosabban a szélén, de hát én szeretném a szívének tekinteni Velencét, tehát a közepén fekszik, ez pedig a DOC delle Venezie, ami hát, amit már mondtam, a Pinot Grigióról szól. De egyébként ez a DOC, ez bődületesen nagy, hiszen ugye Verona is benne van, meg például Udine is benne van, és hát most azért Velencéről lesz szó. Bontsunk is gyorsan egy DOC delle Venezie bort, méghozzá egy Pinot Grigio delle Venezie bort, amit hát egyébként jól jelez ez a kis nyakon található kis bigyula vagy fityula, ami hát nem más, mint a DOC-nak a jelzése, a delle Venezie DOC-nak a jelzése, és ez jelzi azt, hogy ha kibontjuk ezt a palackot, akkor reményeink szerint hát csodálatos élmények várnak ránk, úgyhogy lássuk ezeket a csodálatos élményeket. Jellemzően egyébként ezek a Pinot Grigiók, ezek feszesek, üdék, frissek, haraphatóak, tehát tökéletes nyári borok, és tökéletesen passzolnak az ilyen, hát könnyű nyári kajákhoz. Nem ritkák bennük a zöldes jegyek sem, úgyhogy valamiért ezért egy ilyen zöldes kajára asszociáltam, valami zöld ételre. Szerintem ez a bor, és a Pinot Grigiók általában nagyon jól passzolnak a friss spenóthoz, az ilyen tavaszi vagy nyári spenótokhoz, még akkor is, hogyha azt mondjuk egy ilyen krumpli lángossal tálaljuk, ami egyébként zseniális, nagyon-nagyon szeretem a krumpli lángos spenóttal, úgyhogy szerintem próbáljátok ki ti is.